Üdvözlök mindenkit, én Szolik, azt mind láthatjátok a Project Wunderwaffe című játékabból is egy random gameplay-es videó, ez a prológus verziója a játéknak. Hát megnézzük-e a játékot, mert Steamen találtam, hogy mi is ez. Random gameplay-es formátumban lehet látni, igen, hogy így van beállítva a játék. Audio szempontjából 100%-ra van beállítva minden, kivéve OBS-en belül, mert OBS-sel veszem fel az egész játékot, ott úgy van, hogy 100%-ban vagyok hallható én, viszont a játékot csak 30%-ban veszi fel hangszempontjából. Na, mi is ez a játék? Fogalmam sincs, tehát úgy voltam vele, hogy első látásra veletek együtt fogom átélni ezt a játékot, úgyhogy nem is akarom tovább húzni igazából az időt, mert úgyse tudok róla semmi újdonságot mondani. Egyetlen egy dolog, hogyha valaki már játszott ezzel a játékkal, vagy megvan neki a teljes verzióval, szóljon, írja le kommentbe, hogy milyen a játék, illetve várom kommentbe az észrevételeiteket, hogy a videó hatására ti mit gondoltok a játékról, majd én is el fogom a végén mondani a véleményemet róla. Úgyhogy adunk neki 20 perc, fél órát, hogy elvarázsoljon. Vagy sikerül neki, vagy nem. Na, úgyhogy új játék. Válasszak nehézségi szintet. Hogy válasszak nehézségi szintet? Csak a nehéz nehézségi szint van, tehát hogy így... Én arra most rákattintottam. Jó, oké. Akkor ez egy nehéz fokozaton játszok. Hova izéljünk? Tehát, minek itt finomkodni? Jó, üdvözöllek, igen, a bázison. Nagyon jó. Ez egy bázis menedzselős játék? Lehetséges, nem tudom. Aha! De igen, ez egy bázis menedzselős játék lesz. Legalábbis úgy néz ki. Figyelnem kell, igen, a bázison dolgozó embereknek a számára, ugye az aranyat. Akkor ez a... Ezek a tudományos dolgok. Igen, az elektromosságra, meg a vízkészletre. Jó. Ó, te jó ég. Jó, remélem, hogy a játék majd azért fog segíteni. Na. Kezdjünk el ugye építkezni, jó? Tehát, hogyha így elkezdünk építkezni, akkor ki tudjuk, gondolom én, a bunkernek a terjedését építeni. Jó. Oh, next, aha, a következő szállítmány az, hát körülbelül igen, akkor 5 perc múlva érkezik. Hátralévő nap, 45 nap. Ez a játékon belül 45 nap, vagy így a valóságban 45 nap? Jó, mindegy. Kezdjünk el akkor építkezni. Na, hogyha van hibája a játéknak, akkor egy kicsit az, hogy szerintem picik a betűk. Én szerintem egy kicsit picik a betűk, de mindegy. Copper. Tehát itt réz van? Itt ezt honnan tudja a játék, hogy itt réz van? Mindegy, nem tudom. Most lehet, hogy én voltam buta, vagy valami ilyesmi. Jó, meg lehet állítani a játékot, oké? Tehát lehet szüneteltetni, meg lehet gyorsabban is menni. Most bocsi, de hogy megy az építkezés? Tehát így... Infrastruktúra, igen, csákány. Tehát építsek, gondolom én... valamit. Így. Jó. Azt nézem, hogy valami növekedik-e, de nem nagyon. Tehát nem látom, hogy bármi is növekedne. Jó, mondjuk ezt szedjük ezt is ki. Igen. Megállt. Mi van? Lehet, én nem értem, hogy mi a helyzet. Tehát kell ide valamit így pakolnom, vagy... Miért nem építi ezt itt tovább? Jó, hát akkor húzzunk errefelé. Nem építenek tovább, valamiért... Ja, de tovább építenek. Ezeket így vissza lehet akkor vonni? Hogy ezeket itt így nem kérem? Hát én így próbálkozok, nyomni gombokat. Igen, lehet, hogy kellett volna egy kicsit gyakorolni, nem? Vízpumpa, nem tudom. Igen, tehát lehet az is, hogy nehéz fokozatra van állítva a játék, és nem nagyon mondja, hogy mi a helyzet. Jó, hát nem tudom, rakjuk akkor oda. Király, oké, tehát azt ott úgy megépítettem. Jó, igen.
Meg ugye ez sem nagyon segít a játékban, hogy hoppá, mi történt, várja. Ú, jaj. Menjünk lejjebb, vagy most mi történt? Így, középre. De szerettem volna egy kicsit ide benézni. Aha. Jó. Tehát vízpumpa. Ez 5 kW-ot eszik. Fogam sincs, hogy hogyan. De plusz 100 vizet ad. Jó. Az úgy teljesen királyságosság. Mit tudunk még építeni? Infrastruktúra. Liftet. Építsünk egy liftet? Építsünk ide egy liftet, nem? Így már értem. Tehát liftet kell építeni, hogy itt a felső szinten is valamit ki tudjak építeni. Jó, tehát kell a lift. Oké, így már így fölfogtam. Ez itt a bejárat? Ahogy itt így nézem? Aha, ez itt így a bejárat. Jó, tehát kicsit olyan, mint a Fallout. Jó, annak a játéknak a címe. Van egy ilyen Falloutos játék. Júj. Júj, de ciki, nem mit eszem a neve. Abban is volt pár random gameplay-es videó. Jó, építsünk még dolgokat. Na. Power generátort rakjunk ide. Nagyon jó. Rakjunk ide. Hát, erőgenerátor. Tehát igazából ezt fogja gondolom én termelni az elektromos áramot. Mert most víz az van. A víz az van. Azzal semmi problématika nincs. Igen. Jó. Tehát most 95-öt termel, mint áram, mint elektromosság, és 98-at termel a folyadék. Na most egy nagyon-nagyon hülye kérdésem. Tehát attól, hogy mert vízzel működik a generátor, az akkor úgy megértem. Tehát két vízért működik a generátor? Az annyira nem is rossz, én szerintem. Nem is rossz arány. Mert aztán lehet, hogy én vagyok hüle. Human Center, aha. Ezt rakjuk oda föl, oké. Okay. Nem gondoltam volna, hogy ilyen stratégiai játékot fogok ki magamnak. Vagy hát ilyen bázismenedzselős játékot. Human Center, igen, és ez itt mit csinál? Na, állítsuk meg az időt, jó? Mert hadd nézzem át itten a dolgokat. Tehát egy nagyon hülye kérdésem van. Tehát amúgy mi most így kik vagyunk? Tehát mi itt most a Német Birodalom vagyunk? Tehát ez a második világháború? És akkor itt van a, hát a keleti front, tehát ugye a Szovjetunió, és ugye azok jönnek ide errefele, ez meg ugye a északnyugati, ez meg a délnyugati front. Aha. És mi van itt az északnyugati fronttal, tehát itt, igen, kattoljak, hogyha küldeni akarok oda valamit, de miért akarnék oda küldeni bármit is? Tehát, mi egy olyan bázis vagyunk, akik ellátmányt küldenek a frontokra, a katonákra, katonáknak. És 45 napunk van, amíg a... Hát amíg ugye valamelyik front ide nem ér. Tehát ezt tudni lehet, hogy a játék 45 napig megy. És utána 45 napig után meg gondolom letámadnak minket, vagy valami ilyesmi. Tehát csak fölteszek ugye kérdéseket, aztán végül is majd vagy találok rá válaszokat, vagy nem. Resource. Igen. Send to front. Tehát cement. De nincs nálam gondom semennyi cement. De van nálam cement. Nem tudom, hogy mihez kell vajon a cement, de küldjek, oda küldtem cementet. Mert az így volt, van. Nem tudom. Jó. Nem tudom, honnan volt a cement, de biztos, hogy volt.
Jó, tehát igen, a lényeg, gondolom, hogy igen, tehát a szövetségeseknek küldök támogatást. Igen. És csak ugye csak egyetlen ilyen, hát egyetlen egy ilyen lehet a játékban én szerintem. Research Center. Nagyon jó. A tudósok, igen. Itt fognak technológiai fákat feloldani nekem. Nagyon jó. Ezek milyen technológiai fák vannak. Igen, most rettetesen lassan haladok a játékban, de hát ugye ez a prológus, tehát elvileg ez a demo verziója. Mondjuk az egy érdekes volt, hogy csak nehéz fokozaton lehetett elindítani a játékot. Amit egy kicsit azért én furcsálok. Igen, és hogyha ide belekattintok, nagyon jó. Project Wunderwaffe. Azt kéne nekünk, nem? Tehát így... 100 arany. 100 kilogram arany. Hogy elindítsam a Wunderwaffe projektet. Nagyon jó. Aha. És ez kioldja a bányászatot, a raktárakat. Hát ez a production, ez... Hát ez most így... De arra tudok gondolni, igen, hogy amiket kinyerünk, azokból valamit el lehetnek gondolom készíteni. Uh-huh. Ja, és itt van igen a fa. Tehát, hogy igen, hogyha ezt a Wunderwaffe projektet elindítom. Akkor ugye ezek itt most szabaddá váltak. És ugye én innen döntöm el, hogy hova megyünk ugye tovább. Most ugye a cementet azt én így elküldtem. Ami ugye ezek szerint nem volt annyira jó. Na nézzük, és akkor mi lesz ennek így a végén? Tehát mi a legutolsó dolog? Nukleáris bomba. Az igen. Ez úgy egészségesnek tűnik. De nagyon, nagyon, nagyon részletes és nagyon, nagyon sok minden van ebben a játékban, úgy nézem. Tehát ez... Ja, és ez a harmadik... tír. Próbálom magyarul mondani, ne arra gondjatok, próbálom, keresem a magyar szavakat, jó? Mert mégiscsak magyarul próbálom előadni a Ramdogon Big Gameplay-es videókat. Tehát ez a harmadik fejezet, vagy harmadik... akármicsoda. Nem jöttek eszembe a szavak, ne haragudjatok, kicsit le vagyok fáradva ezek szerint. Jó, hát akkor fejlesszük a bányászatot, én szerintem. Ha én most rákattintottam, igen, akkor az menni fog fölfelé. Többet is lehet így egyszerre csinálgatni, vajon? Mert akkor vertek a storage-et is. Storage-et nem tudjuk, igen, mert elküldtem a cementet, mert voltam annyira hülye. Tehát akkor ezek így egyszer is mehetnek? Vagy nem mindig csak egy? Ja igen, mindig csak egy, jó. Akkor legyen ez. Ezek szerint a kábeljeink vannak. Tehát akkor a bányászat az szerintem menjen, mert az úgy jól hangzik, hogy bányászkodunk. És igen, kár hogy amikor építeni akarok, akkor... Tehát én látom igen, hogy telnek a napok. Tehát ez egy olyan játék, hogy azért nem nagyon van időd itt tökölészni. Én szerintem. Jó. Mi van még? Research Center, ugye az megvolt. Ez volt ugye a... Nem, ez az infrastruktúrában. Akkor bányászunk tovább? Vagy nem tudom. Tehát bányászunk végül is tovább is, tehát én szerintem. Tehát mi van, hogyha lefelé bányászok? Lehet-e vajon lefelé bányászni? Vagy ahhoz mindenképpen liftet kell építeni, nem tudom. Na, úgy tűnik, hogy igen. Akkor haladjunk. Az mondjuk egy kicsit zavar, hogy nem látom, hogy mit bányáztunk ki. Ja de, látom, most látom. Mennyi aranyat szedünk össze, aha. Jó, így már láti, oké. Routers, Intelligence. Research Center, ugye az van, Command Center van. Bánya. Ja, hogy itt többet is lehet így egyszer így bányászni? Így?
Aha, jó, oké. Tehát van egy külön bányász hely. Tehát most az, hogy itt bányászkodtam, az egy dolog. Tehát itt lehet vasat, meg követ bányászni, ahogy én itt olvasgatom ezt a dolgot. Oké. Akkor nézzük meg, hogy ez így hogyan működik. De akkor ebbe építsünk már még egyet. Tehát, hogyha már ennyire kihúztam itt a bányászatot, akkor legyen szerintem, nem tudom. Egyáltalán annak, hogy itt valaki így csinál egy ilyen járatokat, nem tudom, ennek így van bármi értelme? Nincs semmi, amit bányászunk. De miért? Nincs semmi, amit ki lehet bányászni. De, várjál, hát akkor az így hogy? Wunderwaffe, al... Az úgy nem jó. Tehát, hogyha nem lehet... Azunk ugye van. Nem izét akarok, ezt akarom. Cementünk nincs. Nincs cementünk. Honnan szerzek cementet? Command Center van. Cement. Kéne cement. Gondolom én. Tehát innen ti nem fogtok nekem bányászni semmit. Azért nem fogtok bányászni, mert... Nincs elegendő ember? Lehet, hogy az a probléma? Hogy állítom be az embereknek a szükségleteit? Mert lehet, hogy ez a 20 ember, ez pont az a 20 ember, aki itt munkálkodik itt ezeknél a többi dolgoknál. Gondolom én. Jó, hát nem probléma, figyeljetek, hát mások én tovább, aztán lesz, hogy lesz. Tehát, hogyha ezt így megnyomom... Aha, tehát ez nem bónuszt ad, hanem ez elveszi a nyersanyagaimat, hogy itt építkezek, jó? Magalán ezt is tudom. Igen. Tehát, hogy annyi aranyba kerül. Oké. Tehát nem azt mondom, hogy azt termelem ki, hanem annyiba kerül. Aha. Jó. A lift is elő, igen. Jó. Tehát... És akkor kérdem én, akkor hogyan tovább? Igen, nincsenek... Szerintem itt nincsenek emberkék. Kérdem én, hogyan tovább? Tehát így... Command Center? Ez, ami itten van, ez itt a miénk. Oké. Tehát van víz. És áram. Tudok vizet, meg áramot küldeni a frontokra, vajon? Vagy az nem? Azt gondolom nem. Jó. Most hát annyira nem jó. Ezek szerint azt nem tudok küldeni. Tehát én most nagyon ügyesen elküldtem a cementet oda. És nem jött érte vissza semmi. Jó, van ez így. Tehát fogalmazok úgy, értem én a játékot, teljesen királyságosság. Csak most így egy kicsit elakadtam benne. Lehet, hogy valamit nagyon-nagyon nem veszek észre. De ez már az én hülyeségem, ugyebár. Valamit ugye a tudósok is nyomadhatnának. Tehát a technológia fát, igen, most ezt így állítsuk már meg. Itt most kiúztam én itt a bányászatot, aztán lehet, hogy tök fölöslegesen. Ezeket ugye nem tudom csinálgatni, mert szerintem nincs elegendő nyersanyagom hozzá. Gondolom én. Ugyebár igen, nincsen se aranyam, ugye? Gondolom én, igen. Tehát be nem tudok kibányászni. De azért nem tudok kibányászni, mert... Na és akkor itt áll meg ugye a történetem, hogy miért nem tudok kibányászni. Lehet azért, mert nincsen raktáram? Tehát, hogy ameddig nincsen raktáram, addig nem tudok bányászni? És akkor addig, tehát mivel gondolom én most próbálok logikusan gondolkodni, ha nincs bánya, mert addig nem tudok bányászni, még nincsen raktár. Mert hova tökönbe rakjuk ugye akkor a nyersanyagokat? Gondolom én. Tehát fogalm sincs, csak próbálok ugye logikusan gondolkodni. Jó, hát lehet, hogy srácok lennék, itt most ellehetetlenítettem magamnak itt az egész mindenséget, játékot. Ki lehet-e vajon lépni a játékból? Ki lehet a lépni a játékból úgy, hogy a főmenübe szeretnék kilépni? Reméljük, megnézzük. Aha, a főmenübe szeretnénk kilépni. Na, tehát srácok, lányok, hölgyek, örök, szerintem bőven elegendő volt most a Project Wunderwaffe-ból ennyi.
Én azt mondom, hogy ez nem egy rossz játék, tehát ez ugyanolyan, mint a Fallout Shelter. Tehát ugye a Fallout Shelterrel is nagyon-nagyon szerettem játszani. Hasonló a stílus. Nyilván ez egy kicsit realisztikusabb, gondolom én. Meg itt, ahogy nézem, tehát ez az, hogy 45 nap ott van fölépíteni, gondolom, a dolgokat. És... hát nem tudom, igen, hogy vajon lehet-e olyat csinálni a játékban, hogy annyira kiépíted a bázisodat, és annyira támogatod a frontokat, hogy nem feléd jön, hanem visszatolod. Vajon, és akkor itt tudsz magadnak időt nyerni, nem tudom. Tehát gondolom én a Project Wunderwaffe-t el kell ugye érni. Ugye... gondolom én a legvégén a nukleáris atombombát, vagy akármi csinált, és akkor gondolom nyertél. De gondolom ez egy alternatív idővonal. De mondjuk az egy kicsit ugye úgy pozitívumnak vélem, hogy nem a szövetségesek oldaláról látjuk a háborút, hanem igen, most a nagyhatalmak. Tehát ugye a németek, nácik a szemszögéből láthatjuk igen ezt az egészet, és hogy itt akkor most szerint az a célunk, hogy mi nyerjük meg a háborút, vagy hát, hogy segítsük őket. Jó, minden, srácok, lányok, én azt mondom, hogy nem rossz játék, aki gondolja, az nyugodtan próbálja ki, azt nem tudom, hogy mondjuk miért csak nehéz fokozaton lehetett elindítani a játékot, tehát én látom benne a pozitívumokat, de én szerintem ez nem az én játékom lesz, tehát én szerintem ebből a csatornán több tartalom nem hiszem, hogy fog lenni. Bár hogyha nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik, hogy de Szóvi nyugodtan csinálgass és tök jó meg minden hasonlók, akkor lehetséges. De nem nagyon érzem a kettőnk közti kémiát, hogyha lehet ezt így mondani. Na, úgyhogy röviden tömören így ennyit. De várom kommentben az észrevételeiteket, illetve a véleményeteket a játékról, illetve hát hogyha valamit én nem vettem észre, nyugodtan írjátok le, mert bénázhatok. Nyilvánvalóan első látásra volt az egész. Na. De egyszerűen egy 100 a végén, meg 100-nak is egy a végén. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szóly voltam, legyetek jók, írtosok, fizet, vigyázzatok magatokra és egymásra, és majd találkozunk egy másik játék vagy egy videónak az alkalmával. Na, sziasztok!